Csabus a keresőjáték. November 30-án keresd meg Csabusát a Play-ten, és értékes nyeremény jutja a markodat. Egy kit kell keresned? Egy magas, jóképű, okos fiatalembert Minecraftos pólóban. Az első 30 megtaláló ezt a szivacsat kódot kapja jutalmul. Ez az első szenszensi magatok. A részvétel teljesen ingyenes. Aki 29-én is megtalálja Csabusát a Play-ten, kipróbálhatja a szivacs hetet. Sziasztok, daráló, jihá, nem tudom, minek csináltam. Szóval, ma Mumba Mumba pályát fogjuk megnézni, aminek az a címe, hogy... Hú, de gáz. Ja, a Kalósziget. Oké, megvan. A Kalósziget. Ő nekem azt írta, már nem a pálya, hanem Mumba Mumba. Ebben már van történet, összefüggő falat és sokkal kevesebb parkour. Ha. Elképzelem, hogy gépelés után egy ilyen gonosz kacajt megejtett. Jó, akkor lássuk. Ha. Elküldtem Csabusának a pályát. Helga, a gyógyszereim! Kezdőhely a nagy sötétség. Arr! Üdvözöllek, kapitány a pályán. Tényleg kalózos. Aztán szabályok, cuccok. Olyan furán hangzik, amikor a főmenüben slang van. Mintha mondjuk a Word-ben nem az lenne írva, hogy betűtípusok, hanem betűtípcsik. Lássuk a szabályokat, ne csaj. Oké. Csak akkor rombolj, amikor a feladat kéri, peacefulon játsz, az esőt állíthatod. Gyűjtsd az aranylököket, a végén lesz értékelés, ne térj le a pályáról, érezd jól magad. Jó. Készítette Mumba Bumba. A cuccok pedig rum, gyapjú nyíró, fekete szaká, borotvája, az szép borotva, és történet. Te egy kalózhajó kapitánya vagy, most éppen alszol, ezért ilyen fekete a spawn. Most már értem. És az egyik társadra bíztad az irányítást. Olvasd és tartsd a szabályokat, megvolt. Ha készen állsz, nyomd meg az indítás gombot. Ötletes kezdőszoba. Az indítás egy kicsit furcsa. Ha megnyomjuk a gombot, akkor jön a beszélgetés. Ha-ho, Csabus a kapitány, ébredjen, baj van. Micsoda, hajótörés szenvedtünk. Arr. Aztán teleport, megsérülök. Úgy látszik, bevertem a fejem, mikor felébredtem. Az benne a fura, hogy még mindig a feketeségben, tehát elvileg az álomban vagyok, amikor már beszélgetek. Ez aztán szörnyű volt, Csabus a kapitány. Az ágyú is tönkrement. Micsoda kár. Hát nem az emberekért aggódik, hanem az ágyúért. Hát, van ilyen. Ha hozol nekem 16 fekete gyapjút a vitorlából, akkor a szerelő ad 4 vezetéket, hogy megjavítsd az ágyút. Akkor most tisztázzuk ezt a mondatot. Tehát ha hozok 16 fekete gyapjút, akkor a szerelő ad 4 vezetéket. Most van is egy szerelő a padlóba építve, de az smaragdért ad vezetéket. Valójában ez a mondat azt akarja jelenteni, hogy neki kell adnunk a 16 fekete gyapjút, akivel beszélgettünk. Ő ad smaragdot, és a smaragdért kapunk 4 vezetéket. Ez sajnos nem volt egyértelmű mondatból, de végül is rájöttem, nem gáz. Az meg már csak poén, hogy a Guin fehér gyapjú van, de feketét kell adni. Innen is látszik, hogy a játék csak az azonosítót nézi, a cserénél semmi más nem. Úgyhogy akár lehet adhatnék neki enchantor gyapjút, átnevezett gyapjút, tök mindegy gyapjú kell neki. Tehát ha jól értem, szét kell vágni a vitorlát, hogy megjavíthassuk az ágyút. Ennek a kalózbandának minden egy ez az ágyú, szóval akár szétverik a hajó többi részét is, csak hogy megjavítsák azt az ágyút. Miután megjavítottam az ágyút, így hirtelen teleportálódtam. Most mi történt? Képszakadás? Kilőtt az ágyú, vagy mi a franc? Úgy látszik, ez egy ilyen sérült kapitány, tehát időnként rossz a emlékezete, mint a pillangó hatásban a fickónak, így vágás, és akkor valahol teljesen máshol van. Nem tudom, hogy hívják ezt a betegséget, de úgy látszik, ez a kapitánynak is megvan. Van itt egy tábla, üdvözlünk a hegyi faluban, vásárolj ingyen. Vásárolj ingyen? Mi az, hogy ingyen? Bármit elvihetek, vagy mi? Oké. Ennek örömére én be is vásároltam ingyen, elvittem a csirkéket. Egy halom szám, középen információ. Ez itt a küldetés választó, balról jobbra 1-től 10-ig kell haladnod. Nagyon furcsa dolgokat építenek a piacon. Tetszik, hogy mindegyik küldetés más színű, mondjuk én az információt nem középre raktam volna, hanem legelőre, vagy valahová külön. Így fura, hogy ketté vágja a küldetéseket. És fölmerült egy rakás kérdés. Hol vagyok? Miért vagyok itt? Milyen küldetések? Miért kell nekem küldetéseket csinálni?
Tehát, hogy most mi történt? Mint hogyha kiszakadt a pályából volna egy rész, ami elmagyarázta volna nekem, hogy hogy kerültem ide, miért kell küldetéseket csinálnom, és hát úgy egyáltalán. Vagy elindult közben egy másik kalandpálya, nem tudom. Hehehe, már is nem tudja, hogy mi történik. Helga, hozd már a gyógyszereimet. Lássuk az elsőt, pif, hirtelen megint vágás, nem tudja az ember, hogy mi van, hol van, mi történik. Nagyon furcsa. Van itt egy dropper rajta, egy imádok. Valószínűleg le kell adni, mert üres, és én szoktam így jelölni, hogyha valamit le kell adni. Nagyon helyes. Mármint nem azért, mert hogy engem utánoz, hanem ez egy bevált módszer. Tehát megértik a játékosok, hogy ezt így kell. És teljesen helyes, hogy egy bevált módszerhez nyúl. Ez nem azt jelenti, hogy ne kísérletezzetek új dolgokkal. A házban van a kormányboltos beszélgetés. Üdvözöllek a kormányboltban, Csapus a kapitány. Honnan tudja a nevemet? A kormányára egy imád blokk, ezt a ház előtti persejbe kell raknod majd. Miért nem neki kell adni? A hajónál a cserét használta itt, hogy nem. Erre felé a víztelem a gyémánttal. Valami... Mit is mondott arra az összefüggésten dolgokról? Viszont végre megvan, hogy mi van. Tehát, az történt idáig, ami ugye kitörlődött a memóriámból, mert én egy ilyen sérült kapitány vagyok, hogy elmentem a hegyi faluba, vagy mibe, hogy összeszerezzem a alkatészeket szerezzek a hajóhoz, hogy azt majd felújítsuk. És hát ilyen küldetések formájában, hogy miért teleportálok így el, azt nem tudom megmagyarázni. De a lényeg, hogy igen, össze kell szednünk a hajó darabjait. Szóval itt a feladat az, hogy a vízben uszikáljunk és ládákat keressünk. Hát, hagyd nem mondjam, hogy milyen szivatós, tehát ugye a vízben eléggé nehéz észrevenni, mert sötét van. De végül csak sikerült összeszednem, már a határán voltam, hogy csaljak, de nem csaltam. Ha megvannak a gyémántok, lehet kraftolni. Ha leadjuk, akkor megkapjuk a gyémántot, a kormányt, és teleport, megint vágás. De legalább ismerős helyen vagyok. Második, az mondja evezőbolt. És íme, ez a kacsalábon forgó evezőbolt. Igazából nem értem, hogy miért építi valaki egy ilyen helyre a boltot, mert tudja, hogy nulla a forgalma. Természetesen nem tetszik ez a rész, hiszen megint csak agyatlan parkour. Persze lehetne mondani, hogy jó, nem lebegő blokkok, meg van cél, vagy nem tudom. Ugyanúgy irracionális, tehát menjünk el a boltba, hopp, de előtte azért így pattogjunk. Ha-ha-ha, most szív az első parkour részné. Helga! Van lent egy postaláda. Hát én kipróbáltam, pár dolgot beledobtam, beszívta. Most nem tudom, kinek küldtem el a történetet, meg ezt a szőnyeget, vagy vitorla darabot, de remélem boldog vele. Fent van az evezőboltos, mellette gomb, most nincs kírva vagy beszélgetés, és azt hiszem mindentől kezdve nem is volt kírva, nem értem miért. Szerintem jó volt, hogy oda ki van írva, hogy mi az a gomb. De egyébként az a beszélgetés. Üdvözöllek, Csapus a kapitány. Ez is honnan tudja a nevemet? Vidd le a ládából a levelet a postaládába, és megkapod a jutalmad. Helyben vagyunk. Vajon sikerül Csapusának beleugrani a medencébe? A választ megtudják az epizód végén. Harmadik gomb, most bentről indítunk, most ki van írva, hogy beszélgetés. Üdvözöllek, Csabus a kapitány, ez is tudja nevemet, mindegy, ezen már meg se lepődök. Válaszolj a kvíz kérdésekre. Mert én csak művelt emberekkel tárgyalok. Oké, van valami magyarázat mögötte, hogy mindegy. Szóval kvíz. Szerencsére az elásott csont labirintus kártyát azt nem játszotta ki, szóval húh. Na de fikázzuk a kérdéseket. Hány blokk magasról kell leesned ahhoz, hogy sebezzen? 5 is, meg 4 is jó. Akkor most mindkettőt nyomjam meg? Vagy mi? Mumba Bumba úgy értette, hogy legalább hány blokkról kell leesned. De semmi baj, a következő. Ki lehet-e ütni az alapkövet túlélőben? Igen, nem tudom. És ha én nem tudom, akkor a nem tudom a helyes. Itt, megint nem egyértelmű. Milyen színű ruhában van a motorboltos? Jaj, a motorboltban vagyunk, wow! Szerencsére jó, a memóriám fehér volt.
Most már van motrom is. Vagy motorom? Negyedik. Azt mondja, ellopok fehér szakáltod egy vitorlát. Fehér szakált háza, zombi őrökkel rendelkezem. Nem fogjátok kitalálni, hogy itt mi a feladat. De bizony, mobfight. Meg egy liter water. Miután legyegőztem a zombikat, felmentem az emeletre, ami be volt rendezve. A láda üres volt, nem volt semmi. Volt egy gomb, amit megnyomtam, ami visszateleportált a vásárba. Hát ekkor jöttem rá, hogy valószínűleg az item, illetve az eszközkeretből kellett volna kivenni, ott az a gyapjú lett volna a vitorla. Hát szóval vitorla nélkül maradtam, betörtem, de nem vittem el semmit. Ötödik és egyben legidegesítő feladat, padlóboltos, oké, tehát padlót szeretnék, nincs kiírva, hogy beszélgetés. Üdvözöllek, Csabusra kapitány, és ez is tudja a nevemet. Fejtsd meg ezt a fejtörőt, és megkapod a jutalmad. Na, tehát hogy miért is idegesítő? Mert nincs fejtörő. Az egyik fal tele van karokkal, és hát igazából nincsen semmilyen fejtörő. Tehát nincsen semmilyen nyom, hogy milyen karokat kéne meghúzni. Ott a karok fölött az eszközkeretben a deszkát tudnám elképzelni, de nem mond semmit. Még van egy láda, amiben van aranyrög, de az is nem mond semmit. Szóval egyszerűen nincs fejtörő, ez csak egy sima kombinációs zár, amiben ki kell lottózni, hogy vajon melyik lehet. Megmutatom én, hogyan szoktam megoldani az ilyen kombinációs zárakat. Megvan a padló is. Itt azt álltam ki, hogy a hajó alakúra rendezem a hozzávalókat. Hatodik gomb, ablakboltos. De tényleg, az ágyú után a második legfontosabb dolog az ablak. Nincs kiírva, hogy beszélgetés, üdvözöllek, Csabus a kapitány, és tudja a nevem. Jaj, lejtettem az ablakot. Ha lemész, megkapod a jutalmad. De most komolyan? Ha lejtett, akkor összetört, akkor minek kéne nekem? Az igen. De komolyan. Mi ez? Így néz ki a feladat. Láttatok már biztosan ilyet. Nagyot kell lesni, és akkor el kell találni a vizet. Ilyen célba esés. Hova a francba rakjam az ablakot? Ez lesz a szélvédő. Hetedik gomb. Radarboltos. Mi nagyon modern kalózok vagyunk. Radarunk is van. Nincs ki vagy beszélgetés. Üdvözöllek, Csabusa kapitány, és tudja nemem. Vedd ki a ládából az íjat és a nyilat, és találd el az összes gombot, és megkapod a jutalmat. Még szerencsé, hogy nem pénzt kér. Az izgalmas lövöldözés után 8-as, távcsőboltos. Na ez még mindig inkább, mint az ablak, vagy a radar. Nincs kívül, hogy beszélgetés, üdvözöllek, Csabusa kapitány, és tudja a nevem. Vedd ki a ládából. Ja, most jövök el, én egy ilyen híres kalóz vagyok, azért tudja mindenki. Erre nem is gondoltam. Vedd ki a ládából a távcsövet, és szállj fel a lóra. Mennyi? Az igen, biztosra ment. Valaki egy ennyel írja, valaki két ennyel, ő írt ennyet is, jét is, valamelyik bejön. De ez még mindig semmi a KA-féle központozáshoz képest. Tehát menjiek el a hajógyárba, és építsd meg a hajódat. Szóval az van, hogy a távcső boltos így a lóverseny pályán árulja a távcsöveit ingyen. Az ugrabugrálás után tényleg van egy ilyen kis építmény, ahol le kell adni az eddig összegyűjtött részeket. Hát igen, itt gondoltam azt, hogy ajjajjaj, nincsen zászlom, vagy mi vitorlám, de hát az a szerencsém volt, hogy a pályának van egy olyan hibája, hogy nem is kell neki zászló. Tehát az összes többi dropperbe beledobáltam a cuccokat, és akkor is elteleportált. Szóval, oké. Szóval igen, visszateleportálunk ide, ez nagyon fura ugye, mert hát összeraktuk a hajót, miért nem húzunk el, naplementébe, happy end, stb. Miért kéne visszajönni? Az van, hogy folytatódik a történet, és azért jövünk ide vissza, de hát olyan fura megoldás ez így ugye, hogy ide visszajövünk, mert tehát én már mentem, már fel akartam menni a hajóra. Akkor lássuk a 9-est, enni irracionálisabb már úgyse lehetne a történet. Nincs kiírva, hogy aminek mondom, vigyázz Csabus a kapitány, fehér szakán meg akar ölni, szállj be a csónkaba. Csónkaba, az igen, ez jobb, mint a legyegőzni. Csónkaba. Jaj. Jó, oké. Szóval szállj be a csónakba, és menekülj a szigetre. És igen, gratulálok, tud még irracionálisabb lenni ez a történet. Most építettem meg egy hajót, de szálljak be egy másik csónakba, és azzal meneküljek. Wow. Heh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 
Jó, oké, mondjuk, hogy nem én építem, hanem még folyamatban van az építés, és akkor azért. Na, de akkor se volt leírva. Na, ez igen. Mi van, ha én nem az üvegek között megyek, hanem kényelmesen mellette? Vagy mi van, ha nem is szállok csónakba, és végig sétálok az üvegen? Úgy döntöttem, hogy benne leszek a játékban, és akkor bár nem írta le, de akkor na jó, az üvegek között megyek, nyilván azt szeretné, csónakkal nem csalok, mondjuk az első törésig. Eddig. Tudod, Anon, nyom meg, nesze. Erre valamiért kaptam egy pofont. Tizedik, és ez a csúcs, de tényleg ez a tortán a marcipán, szóval fú, figyeljétek, na. Menjön a tízest, most megölöm fehér szakát. Én megölöm, úgy döntöttem, hogy megölöm fehér szakált. Miért? Mondjuk jó, hagyján, mert ő is meg akart engem ölni. Itt is van egy tábla, hogy merre van fehér szakák kunyhója. Most ott a tábla mögött, ha figyelitek, ott van az a hajós rész, tehát az előbb erre a szigetre jöttem. Tehát én úgy menekültem fehér szakál elől, hogy a háza felé menekültem. Ez igen. Feltételezem, fehér szakát pedig azért akar megölni, mert betörtem a házába. Mondjuk, mert megöltem az őreit, mert ugyanis nem loptam el semmit. De én most úgy döntöttem, hogy megölöm fehér szakát. Így menekülés közben. Ha már ide menekültem a kunyhója mellé, öljük meg. Itt volt egy kis harc a csontikkal, nem tudom mennyit láttok belőle, mert sötét van, de annyira nem is érdekes. A kunyhóban pedig egy tábla, ha megölted fehér szakált, akkor tedd a koponyáját ebbe. Most valamelyik fehér szakál volt. Volt, amelyiket lelögtem a vízbe, remélem nem ő. A másik dolog pedig, hogy hát kifelé nem lehet menni a házból. Tehát, hogyha én elszállok a csontik mellett és bejövök a házba, akkor annyi. De kiütöttem magam és még a maradékot leöltem, nem kaptam semmilyen koponyát, kénytelen voltam bevetni Command Box Sensei tudásomat. A koponya ládása után újabb emlékezet, kiesés, egy szoba, kapunk ételt, jutalmat, gratulálok, végig vitted, fő küldetés, a mepet meg egy liter water. Aranyrög értékelés 0-tól 20-ig rossz, 20-tól 40-ig jó, hát nekem van 24, tehát én jó vagyok. Egyébként a hajón vagyunk. Ez volt tehát Mumba Bumba pályája, a Kalóz sziget. Mondjuk valami értékelés félét is. Alapvetően nem volt gond a történettel szerintem. Bár voltak benne nagyon fura fordulatok, de alapvetően nem rossz ez a rendszer így, hogy szedjük össze a darabokat, hogy el tudjunk menni, bár én aztán azon elhúztam volna, hogyha már az egyik hozzávalót loptam, de biztos lebuktam, vagy nem tudom. Mindegy. Nem ez volt a leggázabb rész. Inkább a negatív rész, ami nem tetszett benne, hogy a szokásos falatok. Megint csak falkül, megint csak víz. Nem éreztem annyira másnak és egyedinek. Nem láttam, hogy annyi ötletet vitt volna bele. Tehát az sajnos maga a feladat lapos, de egyébként a szerkezet az semmi gond. A másik a kevés info. Tehát összerakom az ágyút, aztán hip-hop csinál küldetéseket. Mi van? Igen. Azt hiszem más nem akartam. A kézikönyv óvjon, találkozunk a csónkaban. Na, még egy darálót befejeztem. Nézzünk videókat a neten. Micsoda? Mumba Bumba első? Fú, ezért -10 pont.